Néhány hete jelentette be a Tesco, hogy megyénkben 4 boltja bezár, 3 Győrben, 1 pedig Sopronban. Ezeken a helyeken összesen 43 alkalmazottat foglalkoztat az üzletlánc. A Tesco mind a 43 főnek fölajánlotta a saját boltjaiba a továbbfoglalkoztatást, tehát a saját boltjaiba dolgozhatnak tovább. Ebből a 43 dolgozóból 40 fő el is fogadta ezt a munkahelyet, tehát ők továbbra is a Tesco dolgozói maradnak. 3 fő az, aki azt kéri, hogy neki szüntessék meg a munkaviszonyát, és kapja meg a járandóságait a jelenlegi állás szerint. A szakszervezeti vezető szerint a vállalat jobb ajánlatot tett a dolgozóknak, mint amire a munkatörvénykönyve kötelezi a céget. Ezért várhatóan még a héten aláírhatják a tárgyalásokat lezáró közös nyilatkozatot. A Baumax bezárással kapcsolatban Potyondi Antal azt mondta, ez a megyében 80-90 munkavállalót érint. Mi mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy itt is jobb feltételekkel kössük meg a megállapodást, hasonlóan a Tesco-hoz. Ennek érdekében például a sajtóba is fölreppent ez a butor kereskedelmi cég, hogy megvásárolta a telephelyeket. Mi keressük ennek a vezérigazgatóját, többek között azért, hogy esetleg az itt dolgozóknak a továbbfoglalkoztatását, átvételét is ő gondolja, és hogy gondolja. Az elbocsátásokról az egyeztetés a Baumax és a szakszervezet között a jövő héten kezdődik.